Majdnem teljes létszámmal volt jelen a testület a Városháza üléstermében, a polgári tanácsosok viszont hiányolták Bunta Levente polgármester személyét. Kicsi akadozva indult a munka, mivel a testület néhány tagja átrendezte volna a 14 pontot tartalmazó napirendet. Végül egyenként szavaztak a témákról, hogy napirenden maradnak-e vagy sem, aztán kezdődhetett a munka. Megszavazták a költségvetés kiigazítását ennél a pontnál, többek között a régi hulladéklerakó bezárásához szükséges összeg is szóba került, amivel rendelkezik a város, viszont a munka csak akkor kezdődhet el, amikor megérkezik a Maros Vízügyi Hatóság engedélye. A második pont a jövő évi adókról és illetékekről szóló már vitát generált. A polgármesteri hivatal az épület és terület adó 10%-os emelését javasolta, amit végül meg is szavazott az rmdsz többség. Ez szerint jövőtől egy kétszobás tömbházlakás adója például 12 lejjel nő, egy 100 négyzetméter alapterületű ingatlané pedig 19 lejjel. A gépkocsik után fizetendő illeték nem nő. Az ellenzék, azaz az mpp -s és EMMP-s frakció nem értett egyet a drágítással, ehelyett költségcsökkentést javasoltak a hivatalnál. Később több tanügyet érintő kérdésben is pozitív döntés született. Megszavazták az udvarhelyen tanító, máshol lakó pedagógusok ingázási költségeit, az országos és nemzetközi versenyeken résztvevő diákok és tanárok jutalmazásáról szóló jövő évi programot. 2700 lejes támogatást kapott a Sinfotúr iroda, az összeget belefoglalták a város költségvetésébe, ennek köszönhetően tetszetősebb lesz az iroda jövő évi turisztikai katalógusa. 150 ezer lejt osztanak szét a történelmi egyházak között, és elfogadtak egy nitrát szennyezés elleni helyi akciótervet is. Áranként 600 euróért megvásárol a város egy összesen 58 áras telket az úgynevezett barompiac mellett, ezzel megoldódik a székelyudvarhelyi állatvásár terület gondja. Mint már mondtuk, hamarosan átvehetik a nemrég elkészült szociális lakrészeket az új tulajdonosok, akik a hét elején lakást választottak, most a tanács is rábólintott erre. 42 üres lakrész van a Csereháton, de egyelőre 39 népesül be, ugyanis a korábbi jogosultsági listán szereplő személyek közül három visszalépett, a fennmaradó lakásokról januárban döntenek majd. Terítéken volt a Csereháti Szociális Lakások bérének megállapítása is. Tikosi László, a hivatal műszaki igazgatója kifejtette, hogy a törvény egy bonyolult kritériumrendszert ad meg ennek kiszámítására, a lényeg, hogy a havi bér nem haladhatja meg a bérlő jövedelmének 10%-át. Egy lakáscserét is megszavaztak az önkormányzati képviselők.